Egy internetes oldalon fizetett elő az egyik fiatal férfi egy szolgáltatásra, amivel más számítógépeket tudott megtámadni, ezért nagyjából 6000 forintnyi dollárt fizetett. Arról, hogy mit vett, hamarosan beszélt az egyik barátjának is. Ekkor döntötték el, hogy kipróbálják a Magyarországon amúgy csak illegálisan használható oldalt. Néhány hét alatt összesen több mint 100 internetes IP cím ellen próbáltak úgynevezett túltereléses támadást indítani. Ennek a lényege, hogy sok impulzussal bombázzák a célszámítógépeket, amik a tervek szerint ettől megbénulnak, vagy akár szélsőséges esetben összeomlik a védelmi rendszerük, ilyenkor már könnyen hozzá lehet férni a számítógépeken tárolt adatokhoz. A szolgáltatás viszont, amiért a két férfi fizetett, nem volt elég hatékony, mert az internet szolgáltatók védelmi rendszere kiszűrte a támadásokat, a cégek dolgozói pedig feljelentést tettek. A két fiatal szexádi férfi most állt bíróság elé, egy percig sem tagadták, hogy az interneten keresztül próbáltak más számítógépeket megtámadni. A szekszárdi járásbíróság bűnösnek mondta ki mindkét vádlottat információs rendszer megsértés büntet kísérletében, ezért mindkét vádlottat pénzbüntetésre ítélte, az elsőrendű vádlottat 375.000 forint megfizetésére, a másodrendű vádlottat pedig 225.000 forint megfizetésére kötelezte. Az ítélet jogerős, mert azt az ügyész és a vádlottak is elfogadták.